gyerekeim az úrban. Szépen lassan megindul a munkába. Egy péntek délután. Jó. Minden csukva, megvan, fasza. Műszakin volt a csillámpóni. Az. Az a szürke, az jól néz ki. Van. Elvileg összeakadt, ez fenn van. Ezt elvileg kioldottuk, jó van. Na, utcú neki. Dobjak már valami menet szintet. Elvileg összeakadt. Kéfékpróba megvolt. Hát még nem vonal ide. Előgjetek, ezen is kell fékpróbát csinálni. Jó? Hoppa, még egy szürke. Még hülye, meg elfelejtettem behúzni megint ezt a rácsot. Még ez a baj. Iszonyatos feledékeny vagyok. Az a póló szerintem maradhat rajtam, mert ma úgyis beleizzadtam, holnap úgy se venném föl. Este 10:30-ra leérek Portobuffolébe, délután 4 óra van egyébként. Otthoni dolgokat elintéztük. Igaz, nem azt, amit akartunk. A lényeg, hogy nincsen baj. És helyette elintéztük a keresztelőt Sári Márinak. Kicsit drága Sárikámnak. Elintéztük. Hát úgy, hogy még a keresztszülőket fel kell kérni, meg mit tudom én. Az még vissza van, de hogy a pappal beszéltünk, tiszta aranyos volt, jó fej volt. Nem tudtuk, hogy van-e. Hát úgy mentünk oda, hogy nem tudjuk, hogy van-e. Most audiencia. Fogadóra, de végül is nem dobott ki minket, tök aranyosan, kedvesen fogadott. Hát úgy kezdtük, hogy zavarhatunk-e, vagy nem zavarunk-e, vagy mit tudom én, hogy itt vagyunk, aztán mondta, hogy dehogy zavarunk-e, jöjjünk csak nyugodtan. És akkor így ilyen 9:30-10 óra magasságába átgurultunk hozzá. Minden adatot felvett, tök gördülékenyen intézett mindent a maga sorrendjében. Az volt a legjobb, hogy nem az volt, hogy értetlenkedés, hogy mit akarunk, meg miért vagyunk itt, hanem először automatikusan megismert minket, mi hogyan, merre, hány méter, felvette adatainkat, hogy hol lakunk, miként lakunk, hogy vagyunk, miként vagyunk. Aztán akkor átért, hogy akkor a kislánynak szeretnénk a keresztelőjét valószínűleg, ugye? Mondtuk, hogy persze, igen, így van, és annyira jó volt vele beszélgetni, annyira gördülékenyen ment vele a beszélgetés. Vitte a beszélgetést, nagyon jó volt. Egyszer voltunk eddig a misején, akkor úgy, hát, nem tudtuk hova tenni, hogy ő most szigorú vagy nem szigorú. Hogy fogja venni azt, hogy ugye összeházasodva nem vagyunk, de hogy mégis van gyerek már. Nem. Kérdezte, hogy akarunk-e minden. Hát mondjuk először a kislánynak szeretnénk a keresztelvét mindenképpen, az legyen meg, és akkor utána többi az meg. Hát majd jön, vagy nem jön, vagy nem tudom, hát majd kiderül, hogy hogyan lesz, vagy nem lesz. Volna, de ez a dög, mire megindult 24 tonna bútorlappal. Én benzint hozott a kútra, úgyhogy neki olyan mindegy. Na! Vagy gázolat, nem tudom én. Úgyhogy ennyi, tök jó fej volt. Nagyon bírjuk.
lesznek ezzel köreink, keresztülőket illetően, de talán minden sinel lesz. A körforgalomnál déljen jobbra, első kijárat. Meg velünk annyira, hogy rendben fel tudjuk nevelni, és megfelelő arra méltó emberre rá tudjuk megbízni, amikor majd forduljon balra, amikor jönnek a kérők. De az még odébb lesz, a lényeg az, hogy egyelőre vele minden rendben legyen, meg hogy velünk, amíg istálkoljuk útján. Na, most pedig irány a napfényes Itália. Műszakival, friss tahográfillesztéssel. Fél millió, több mint fél millió kilométerrel. Ugyan az autó nem friss, de azért megküzd az elemekkel. El se kell kapni. És mire leérek, legalább 3.11 körül, addigra meg már talán a 400 fok is feladja. Lássunk. Hajtson fel az autópályára. Neki is meleg van. Forduljon balra, majd hajtson fel az autópályára. Amikor elmondtam, hogy elakadtak az emberek a hóesésben. Na, az itt volt, mert ezután jön az a nagy hegyvidékes rész, ami talán látszik is a távolban. Van. Hát ez egy ilyen hely. Látjátok, most is mindenhol 30-valahány fokok vannak. Itt 25 fok és esik az eső. Ez egy ilyen környék itt. Csak legalább akkor engedtek volna minket, érted? Fölcsapjuk a hóláncot, aztán akkor aki tudhat, menjen. De nem. Kollektív szopás jelleggel, mindenki bünti, aztán félre oldal. Na most akkor... Így nehéz dolgozni, meg érvényesülni. Az embert nem hagyják. De most hagyják. Úgyhogy most lehet. Ugye aki lehet, az már meg is állt találni, láttatok majd a parkolóban, a sor előtt is a sorát. Még soha nem fogom tudni megérteni, hogy a sor elé miért kell beparkolni kamionnal, mennyi ész kell ahhoz, hogy ezt valaki megcsinálja, amikor nem lehet tőle meg kifordulni. Jó, más az, amikor valaki csak egy rövid szünetet tart, mert akkor úgyis, hogyha valaki arrébb akar állni, akkor arrébb állok én is, azt akkor nincs vele gond. De hogyha valaki elkezdi, mint ahogy én is jártam egyszer Csehországban, hogy nagyban megtartottam a 9 órás pihenőmet, azt ott áll előttem a kamionsor. Ha ott is voltak a rendőrök addigra, mert közben valaki meg már itt tőlem balra nem tudott kifordulni, aztán tükröt zúzott, meg mit tudom én. Aztán akkor már ki is jöttek a rendőrök, azt elpatároltak a francba mindenkit onnét. Közdrezda alatt volt az A8-on, talán 8-as. Érdekel, nem kell nekem arra járni. Állom, jó Istennek.
Hát személyautó még van egy-kettő, így nézni, megy, de nincs ez a nagy nappali tudatos. Kíváncsi ezek ugyanára, amit a múltkor sikerült szövegre megállítani, hogy ott most mi van, mert elvileg semmi térkép szerint. Este 9 óra, nem pont tök jó, hibád, tökéletes. Fények, hát, már satnyák, naplement. Srácok, lent kezdjétek. Olyan szoktatok kiállni, akkor ezt is felfedeztem. Elnézem, az meg ki kéne csak húzni egy izét, jegyet. Szóval, ugye beadás, kezdőország, I betű. Ki kéne húzni csak egy jegyet, ezt képes kiolvassa az éve, még a négy csavart is a csém. Oh, micsoda indexe van ennek is, mi? Azt hittem a Fordnak van baromi erős irányjelzője. De nem. Még ennek is. Hú, az a ledes cucc. Meg már kicsit ki van kopva az aszfalt. Kissé útvar. Amúgy nem így szoktam beadni neki ezt a kezdő országba, mint csak ez a két képesség. 100 méter múlva majd oldali sávban haladjon. Majd hajtson fel az autópályára. Iha, és itt az A4-esen is előző tilos van, de este 9-ig. 9 óra 11 van. Hú-hú! Nem sietünk. Két óra múlva ott vagyok a lerakon. Úgyhogy... tártalan a kapkodási. Megurgulászunk szépen, kényelmesen, mint a fiatalember vagy fiatalasszony háta mögött. Azt... izé megvár, amiatt múlt idő. Én egész végig úgy jó, az nagyon jó. 10 órára odaérek a lerakóra, aha, az a köztes pont, Kodroipó. Este 11-re érek oda. Porto Buffo léve. Te jó Isten. Az a szélvédő meg ilyen retkes, nem tudok valami csinálni, srácok. A jobb oldalán, ahol még a régi ablaktörlő lapát van, ott tök tiszta az ablak, hogy lemostam. Itt előttem meg egyszerűen semmit nem törő le. Határszalak a kicserélt ablak törő. Nem tudom mi ez az, de gyötrelmesen fos. Jaj, de jó! Tiszta, hurrá! Leraktuk a butonapot. Összevetjük. Júj! Az út végén ábadtam. Ábadtam. Nem jól igazítottam meg a eskannát. Jaj. És hát de jó volt, csak itt közben fennforgások voltak.
Jaj, Istenem. Aztán kicsit így jártam, hogy itt bénázok. Jaj, ennél nagyobb bajunk ne legyen. 11:20 van, mai teljesítményem eddig 1 kilométer és 5 perc vezetés. Forduljon balra! Ja, a múltkor videó után, ez egyel előbbi, ugye? Nem, kettővel, tököm tudja hánya előbbi, hogy a kereszteződésben miért fordítottam sarkon az autót, mert hogy letépem a gumikat. Nem tépem le. Egyrészt azért nem, mert első hátsó kerék bogi tengelyes, de hát csak a középső van lent. Pont annyira tépi a kereket, mint amikor te elfordulsz a személyautóddal és letépi a hátsó gumidat. Letépi? Nem. Hát ugyanúgy ez se tépi le a hátsó gumit. Ja, úgy csak világítás, mert itt Olaszországban. Nappali menetfény, ez kevés. A kollega mondta, hogy a rendőr elmagyarázta neki nem tudom hány euróért. Akkor jó van, akkor kapcsolunk. Megfelelően, hogy cserélek megint izzókat, nem számít. Na, mit akartam mondani? Ja, hogy igen, szóval, hogy egy tenger van lent hátul, semmi nyersen nyúzza. Másik rész pedig üres volt, tehát még ha mind a három tengely lenni is lett volna, akkor se nyúzta volna, mert üresen semmiben nem lesz ezeknek gumiknak. Haladjon egyenesen előre. Kéziféket berántjuk. A hús meg majd kirántjuk. Ha-ha-ha, de jó volt. Érdemes volt ezért felkelni. Na. Aztán volt olyan kérdés, hogy miért nem akarok én is keletre menni. Ó, jó messzi keletre. Az az igazi kamionozás. Ó, jó messzi kelet. Hát, bolond vagy te? De van nekem családom, ember. Lejöttem ide 400 km Portobuffolébe, vagy mit tudom én, 420-at, 408-at, tököm tudja mennyit. Úgyhogy tegnap délután 4 órakor indultam el, addig otthon voltam. Most elmegyek felrakodni, aztán este 8:30-9 körül, meg megint otthon leszek. Remélhetőleg, vagy 9, mit tudom én, akkor is otthon vagyok. Ha van nekem családom, idén lássak, kamionozon a tököm. Annyira keletre akarsz járni, menjétek keletre. Én biztos nem. Nem azt mondom, hogy soha, mert hogyha úgy hozza az élet, akkor nyilván oda kell menni, ha ott lesz a piac. Hogy én kapálózni nem fogok azért, hogy most minden áron keletre menjek, az biztos. 400 méter múlva a körforgalom áttérjen arra. Akinek az budi, majd az oda megy. Jól vagyok én itt Olaszországban is. Sokszor ez is van kellően Balkán, úgyhogy... Cipőt meg elfelejtettem levenni. Jézusom! A körforgalomnál térjen arra, harmadik kijárat. Már is kibújtunk belőle. Nyitni. Aniágyóba megyünk felrakadni egyébként, ha ez számít. Mögött hagyjuk. Annyira kapkodni nem kell egyébként, mert 12:35 lesz, mire odaérek. És egyik zárva vannak, jó esetben csak egyik. Fú, már is sikerült leizzadni, Jézusom. Jó, ha 30 fok van, 31, úgyhogy... Itt a nyár, úgy érzem, aki nyaral, annak tök jó idő van.
után majd. Hát a fene tudja. Úgy van a turnusváltás. Haladjon át a körforgalmon, második kijárat. Hazáig még elérek. De egyébként be a telephelyre is beérnék szerintem. Ja, ez az 50-es hídja. Hát nem kapkodták el, nem hánytak a tempótól. Főszórják, résztekercsek vannak fent. Eldönteni, hogy az államkincstár gazdagabb be most vagy én. 23 tonna rézzel. Hát ez ilyen. Fenhetitek ráfogatokat. Mire ez a videó kimegy, addigra az már régen le lesz rakva, de lehet, hogy még majd fel is lesz használva addigra. Kanizsára viszem a villanymotorosokhoz, csak most nem a villanymotoroknak az álló részét, hanem a forgó részbe a résznek van. 100 méter múlva a körforgalomnál térjen jobbra, első kijárat. Hát ez egy szép izé volt itt. Folyik a hóli az Alpokból. A körforgalomnál térjen jobbra, első kijárat. Szavaztok, az is kimegy, mindenki kimegy. Hiszen körforgalomból még senki nem megy nyugdíjba. Úgy gondolom, milyen jó, hogy meg kell kerülni ezt a falut. Persze jó, kelljen meg kerülni, ne tübörögjünk keresztül rajta, de ezek kurva egy kerülő. Másfél-két kilométer benne végig menni rajta.
feltétlenül, de többet megy ingyen úton. Ja, mert nem kell egy hatalmas kitérőt tennie. Ja, jogos. Este 8 óra. Nincsen nagyon bántó a forgalom, ugye? Tök jó. Imádom. Holnap úgy megyek lerakni, hogy azért még felrakni is legyen időm. Remélem, hogy Albertot tudok hozni kifele a tűzifát, és akkor hozzá azért illő gyorsan leérni, mert nem szeretném utána nagyon pakolászni. Viszont a pihenőm azért úgy jár le, hogy hát nyitásra nem érünk oda az eméhez. A Csengeri utca végébe, Miklós felnőtt. Addig erről az ócska útról le nem borul
leszek ám mindjárt. Szóval, amikor hazaértem este, leállítottam a motort, ne zörögjön ott, bár falu szélen a kutyát nem zavartam vele. Nem leállítom. Azt akkor ugye leállt vele a légkondi is. Na mondom, gyorsan szakítsunk ablakot, mert megpusztulok. Itt van alattam a 100 fokos motor. Szakítsunk ablakot, hogy ne pusztuljunk bele az autóba. De hát mivel sötét volt, villanyt is kellett kapcsolnom. Almúra meg ugye meg volt áradva. Áradás után mi arra vissza? Vizenyős, lápos területek. És mit enyészik meg abban nagyon tökéletesen? Úgy van, a szúnyog! 200 millió szúnyog bejött. Körülbelül 8,3 másodperc alatt. Azok még mindig itt vannak bent, hiszen éjszaka fel volt húzva az ablak. Alig csípnek szar rá, de hát mindegy. Ez van, így jártunk. Volt már szúnyogírtás nálunk a faluba, többször is. Legutolján tegnap előtt este. Hát annyit ér ez a földi szúnyoggyérítés, mint halottnak a csók. Ugye szoktam volt mondani, nem tudom ki az a nekrofil állat, aki egy halottat csókolgat. És semmit nem ér. A régi jó fasz a repülő szúnyogírtás magasról az ért valamit, jó sokat, de ez még kalapszar az a földi szúnyoggyérítés. Autórok, valami gőzt, füstöt, nem tudom micsodát, permeteznek szét az utcán. Hát nem ott teremnek meg a szúnyogok, vagy tenyésznek a szúnyogok, hanem lenne a vizenyős lábos területen, amik fölé csak repülőből lehet kiszórni a zírtószert. De ugye megint valami okos diplomát végzett, bürokrata okos tojás az Unióban kitalálta, hogy hát ezt nem szabad, mert ez megöli a méheket, meg minden más hasznos üzét is megöl. Persze, mert ha az utcáról szórják szét, az nem öli meg. Ha föntről magasból, az megöli. Fú, Isten! Megint valami tudálékos barnot odaengedtek döntés közelbe. Okos tojások hada. De hát ugye ezt tudjuk, hogy a hülyéknek áll a világ. Pláne, ha az Európai Parlamentről van szó, ott aztán kurvas okos ember van. Kanizsára jön az áru, szóval végül is, ha le is borul, maximum betalicskázzák a Csengeri utcába. Így ne! A Bajcsai útról. Mondjuk azért kurvára örülnék, hogyha a buricskások is tudnának lassítani, meg kicsit arrébb húzódni, nem én mennék le az áruba. Meg fékeznék le nullára állandóan. Na, értem én, hogy az ömlesztett áru kurva jól érzi magát, főleg ha ráadásul üresen jön, mert itt a bányába megy, vagy a kotróra, Buda keresztülre. Gyerekek, ezek az utak Kanizsán, ez valami gyötrelem. Nincsen áru végül is, úgyhogy nem olyan nagy gáz.
akkor itt az Arditti végség. Csak nem tudok megállni, mert ott a busz megálló. Milyen jó is ez. És jobbra van egy jóképű 20 tonnás súlykorlátozás, úgyhogy hál' Istennek végre megcsináltak itt az utat. El se hiszitek. Arra kéne elfordulnom jobbra, csak innen tudok, mehetek körbe. A francba a hetesre. A csimta is jó megállt itt ezzel a BMW-vel. Kikereszteződésbe végül is, okosan. Ja, úgyhogy ha itt jobbra fordultam volna el a 20 tonnás korlátozásba, akkor 800 méter múlva ott vagyunk a Molkúton, de hát most akkor így elmegyünk körbe-körbe karikába. Ki a hetesre. Aztán, amit sokan ismertek, elefántos benzinkút a 7-es körforgalmánál, 7-es-74-es kereszteződésében a körforgalomnál. Ott bemegyünk szépen a Kemping utcán a Mókút fele. Itt az út, itt már annyira nem. Amíg jöttünk befele, az volt nagyon szar. Igazából nem mertem elengedni a kormányt, úgyhogy észre se vettem, hogy éppen csípés szúnyog. Egyébként, hogy ez a 20 tonnás korlátozás miért van kinn azon a hídon, nem tudom, mert tavaly előtt, vagy mikor rendbe rakták, vagy két éve. Így, nem tudom, de mostanában valamikor az rendben lett vágva az a hír. Meg szerintem egy csuklós busz is nehezebb, mint 20 tonna. Na de mindegy. Mert ugye nem teherautós korlátozás volt kint, hanem 20 tonnával nehezebb bebehajtani. Tilos. Sikerült elkaptam azt a szúnyogot, amelyik megcsipett, ahogy elnézem. Igen, csak kövér volt. Most meg piros. Minden. Na majd kezed mosok, aztán majd jó lesz. És csak úgy hemzsegnek itt benne a szúnyogok. Basszus, komolyan, amikor leengedtem az ablakot, és 8,3 másodperc, mint a Forma 1 öcsém, olyan hangok voltak bent. De olyan decibellel, hogy beszarás. Elértük a 70-et. Az igen. Menjen, de nem.
egymást is ismeritek, mert már jártunk erre sokszor együtt. Mindnyájan. Aki nem ismeri, az nézze meg a korábbi videót. Te kurva élet. Méterből csináltunk egy ilyen 11 néhány kilométeres kerülőt. Milyen jó is az. És itt van ez a remekbe szabott kereszteződés, ahol lószart nem lehet kilátni. Na itt már 20 tonna teherautó van kint. És ugye a 30-as tábla meg azért van kint, hogy tartsák, csak ugye senki nem tartja be. A tanulósok azok betartják. Szóval azért van kint a 30-as tábla, hogy itt a teherautók el tudjanak fordulni. Mert ugye a déli elkerülője a városnak még mindig baszta megépíteni a jó kis zsideszes önkormányzat. Hogy a városon kell keresztül dübörögni. De azért verik a mellüket, hogy ó, hát mi megépítettük a 61-es főútnak az elkerülőjét, azt megépítettük. Persze, mert országos főútnak a része. Azt megépítették. De itt, ami mellékutaknak az elkerülője, de mégis nagy teherforgalom van rajta, azt nem építik meg az Istennek se. Erről már beszéltünk elég sokat. Jó, már végülis elférni el lehet. Azzal van a baj. Jó, szűken mondjuk, de azért el lehet férni. Hanem az, hogyha egy autó takarásából, az autók közül kilép egy gyerek. Na, ott van elő a vízvezeték szerelő, most kanyarodik be a kék vizével. A körforgalomba, a vitóban. Hanem, hogyha az autók takarásából kiúlik egy gyerek, mert egy gyereknek nincs veszélyérzete. Ha egy felnőtt kiúrik, azt leszarom, hát felnőttnek van veszélyérzete, az tudja, ismeri a kockázatokat, hogy mivel jár. Ha figyelmetlen volt, akkor figyelmetlen volt. Ez van. Fiaim, köszi! Ha ha.
bácsi elengedett. Látta, hogy itt szenvedek, hogy be tudjak jönni. De jó, hát most igazából mivel jöttek, én itt nem mertem nagyon befordulni senki elé, mert az elég szűk ez a körforgalom. Még hogyha nem is úgy látszik. Haladós, mi srácok? Haladós! Nem, hát azért a világ végét nem fogjuk megvárni itt egy helyben ácsorogva. Kézbesítőként. Bezzeg, amikor én dolgoztam és nőm se volt, a családom, akkor baszki csak virsli parti volt. Hát beszarás. Na mindegy. Minket ez már nem érint. Visszafele lesz itt a bal oldalon parkoló autók miatt vicces megint csak. Bejutás. 40 percet álltam a sorompónál, mire. Hát 35-öt.
35-40 percet jött valaki. El volt tűnve a portás valahova. Mert valami oktatás volt, nem tudom. 300 méter múlva. Aztán forduljon jobbra. Találtam a szokásos rakodóhelyre, jobbra ki van pakolva ugye minden, mert hát ugye az udvarokat azt úgy kell elrendezni. Hányszor pofáztam már erről, hogy az udvarra nem baszkodunk ki ízét. Üres gitterboxokat, meg mit tudom én. Hát most, amikor fordultam ki előttem konténer, sikerült is a sarkát az autónak beleforgatni, úgyhogy... Sikerült összedönteni, mert a konténer érdekel a legkevésbé. Igen, egyenesen és balra kanyarodó sávból fordulunk jobbra, mert mint látjátok, itt ezen az úton még egy teherautó sem fordul el jobbra. Nemhogy... Na, és így jött el a sarka aljára, szegény mellett így fél centire. Ja, úgyhogy sikerült beleforgatni a gitterboxokba, hogy az egész rakatot ledöntöttem. A gitterboxot le is szarom. Na, izé. Csak ugye nekiesett az autónak. Összebaszta a hátsó ajtót. Még ez úgy hiányzott, mint szar a zsebbe. Az igen, papu, stop táblá meg luk. Résznek van, bazd meg. De a másik gyökér is jött a passzáttal, mint hogyha nem lenne hónap. Térjen jobbra, gyalogos, aztán izé, megy tovább. Jöjjön bátyám. A körforgalomnál térjen jobbra, első kijárat. És szokták mondani azt, hogy sötét zala. Hát így, hogy a közlekedési képességeket meg morált elnézem, ennek a mondásnak van egy alapja. Telekit meg elkezdték feltúrni, valami, hát talán vízvezeték csere van, vagy nem tudom mi. De egyébként nincs is értelme ennek a négy sávosnak, hát nem tudom, miért nem csinálják meg kétszer egy sávosra. Itt a két külső sávot meg vagy el lehet földelni, vagy izé. Parkolónak megcsinálni, mert régen, amíg így ez a teleki innen az Interspártól végigment a le a rendőrségig, úgy volt értelme a négy sáv. Hát most már átépítették a belvárost, és ott is csak két sávos, meg ez a út is. Ahogy vezetett le régen, az is most már meg lett csinálva a sétáló utcának. Bele lett vezetve a hetesbe, ment a városon átmenő régi hetesbe, azt sem értelme ennek itt a négy sávnak. 200 méter múlva haladjon át a körforgalmon második kijárat. Ja, innen egyébként nincsen kitiltva a teherautó. Ebből az irányból. Másik irányból egyébként ki van? Haladjon át a körforgalmon második kijárat. Ja, meg itt... Kivévárosz, ja, innen a régi 61-esen ki van tiltva. De ezen a szakaszon, amire most kanyarodtam, ez erős ki van tiltva, a másik irányból azt hiszem. Már a franc se tudja, mi is érdekel. Innen nem vagyunk, azt kész, megyünk Albertóhoz. Le Börzöncére. Nem Börzönce, bocsánat, ne becézgessem, mert Börzönce van Zalában. Ez Börzönce, Somogyban van.
flaskáim, ezek a vas flaskák kolompolnak. Itt is kirakták a védát, amikor már épült az elkerülő. Mi a francnak, azt nem tudom. Mennyi értelme van így, hogy nincs már itt átmenő forgalom. Egyébként itt fordul, hogy a kerítés megy jobbra, és így be lehetett fordulni jobbra, így a 61-es arra ment kifele régen. Most így annak mondom, aki nem kanizsai, vagy környékbeli, mert nyilván aki itt van, az tudja, hogy milyen volt. De mondjuk aki tőzsgyökeres ország másik végei, az nem biztos, hogy tudja. Ezt megcsinálta egy esztes toptáblás kereszteződést. Lent meg ott van a izé, a körforgalom. Azt mondja, ismeritek, arra jártunk. Elférni persze nem lehet, se kamionnak, se busznak. Kiforduljon. Zsák utca. Na, azt itt lehetne kijönni a városból. Egy körforgalma, nem? Az a csinált oda egy stoppanablás kereszteződést. Csak mert hogy a vasúton ne kelljen át. Tény, hogy a vasúti átjáró kikerült a szerepből, de hogy egyébként azért azon nem volt olyan nehéz átmenni. Tekintve, hogy most már a városba amúgy se lehetne nagyon bemenni, mert ott az elkerülő. Szóval drasztikusan visszaesett a kockázat, hogy ott bárki összetörje az arcát. Na mindegy. Én nem értek hozzá, hiszen én alig vagyok úton, ritkán közlekedem. És megvan negyedóri szünet. Albertónál fel is rakottam. Délután 2 óra. Jaj, elvesztettem a saját széket magam alatt. Kértétek, legyen tolatós videó. Szerintem nem erre gondoltatok. Há, mindegy. Így tudom most kivitelezni. Fölröptetném a drónt, nem arról van szó, csak ugye mondtam, hogy itt Ungarisztánban én nem fogok drónozni, mert sok a köcsög. Jók a programok, csak sok köcsög van. Ugye Jean-vörök. Ja, hát itt vagyunk Berzencén a határon. Hát igazából nem... Jó, de Berzencén közigazgatásilag, mert már Gola az Horvátországhoz tartozik, de amúgy Gola körülbelül 300 méter, Berzence meg 5 kilométer. Menni gyorsabban is, csak az a baj, nagyon fölverem a port, és akkor egyrészt itt a dolgozók nyerik a port, másrészt meg én se látok lófasz se. És ugye egyik sem túl jó. Alberto jobban is kinyithatta volna ezt a kaput. Az előbb elsőre sikerült kijönnöm, csak itt... Cső! Ez a szárny, ez a bal oldali, ez itt igen csálé belóg. Élmény volt bekanyarodni amúgy. De mindegy, megoldottuk. Ja, meg a kukások, lerakták ide a kukát. Az út végén forduljon balra.
de lényegtelen, azért be lehetett jönni. Hát a drónnal sem tudtam volna felrepülni, vagy a drónt felreptetni, mert felszállás közben akkora izét por csapna, hogy tele menne az egész kis műszerezettsége. Retekkel, porral, zsubával. Én meg azt nem szeretném. Úgy döntöttem. Senki, szerencsére ez egy kis határ, úgyhogy túl nagy forgalom nincsen. Na, vegyük a nyakunkba fél világot. A navigáció megint eltervezett jobbra-balra össze-vissza, hogy ő majd tudja. Beadtam neki egy köztes pontot, már is kevesebb lett egy negyed órával az út. Útvonalunk, ülés érek a Szigliano Veneto végig. Elvileg este 3-10-re ott vagyok. Csak kérdés, hogy a szünetekkel kiadja a 15 órás munkaidő. Mert azt nem gondoltam, hogy ott fog ezért is szobrozni a reménél ennyit, hogy itt is vissza kell jönni levenni egy kolodát. Na de mindegy. Megyünk, ameddig tudunk, azt majd a többi alakul. Hát nem látszik már lóknő se. Este van, kiki nyugalomban, én meg itt van még nagy iramokban. 21.47 van egyébként. 8-10-nél járok, vezetés ügyileg. Jaj, már aggódsz, hogy hogy hol fogok megállni. Ne szarjál meg. Nyugodjál meg, ne szarjál meg. Ki van találva, minden meg van nézve. Le van sírozva, be van tervezve, nyugi. Még 80 km, este 11-kor ott lesz a hely. Ne aggódj el össze a nadrágodat, nem kell összeaggódni. Különben is az én problémám. De csak nézd a videót, aztán hát a tájat azt nem mondom, hogy élvezd, mert itt egy zajvédő fal van jobbra-balról, mint úgyse látszik nektek, meg amúgy 10 órakor már mit néztek. Nagyon én sem látok semmit. Még a fák sziluettjét így jobbra-balról, esetleg egy-egy ipari part fénye felsejlik a távolban, illetve ez a cseh pultkocsinak a hátsó fényei, illetve sziluettje, ami még úgy kézzel fogható. Aztán rájöttem, hogy vannak éjszakai felvételek szerelmesei. Nem mintha túl sok értelme lenne egy ilyen felvételnek, én legalábbis nem látom, de ha ti ezt szeretitek, akkor legyen. Délje be az autópályán, majd a bal oldali sávban haladjon. Látszik, remélem azért fókusza van még ennek a szintű kamerának. Bár a GoPro az fix fókuszú kamera, nem? Remélem nagyon nem kell aggódni. Hát az
minden irányból, minden irányba nagy évben lehet kanyarodni 80-nal, csak ez egyetlen egy irány az, ami 40-nel abszolválható. Ez az egyetlen egy van ilyen visszafordítósra építve. Na, végre elhagytuk az A4-est, én legalábbis. Minek indexel, hisz itt forgalom sincsen. Hála Istennek, üresség, amíg a szemen lát. Igaz, sötét is lesz így most. Lát valamit valamiért. Nem? De! Lámpával jobb a helyzet. Ho! Nagyságrendekkel! Pedig nem világít el mennyire erősen. Na, úgyis akkor is csak ide láttak az autó elé, úgyhogy sok értelme nincsen. Hát a távolságit meg nem fogom felbaszni, mert hát azért az úgy szerintem zavaró lenne mások számára. Ez van. Szopjam ki, melyik a telepasszos. Ja, arra ugye a saját fényeiben nem nagyon látszik. Na, mögöttem van egy jószág, akkor ő menjen a belsőbe, én megyek a szélsőbe. Az összes telepasszos, most nézem. De hát ennyire látszik. Na, ilyen egy fizetőkapu éjszaka, gyerekek. Szép futófények, színesek. Bejössz ide mellé, mondnéd? Haladjon át a körforgalomban harmadik kijárat. Egy. Ott a kettő. Na ő szépen indexel mögöttem balra. Éljen be az ott pályára. Kezdek éhes lenni. Jó, meg álmos is, nem persze, de éhesebb vagyok, mint fáradt, meg álmos.
napba a szünetemet tervezve, vagy a pihenőmet terveztem. Az most tartok 6.98-nál, és még 5 km vissza. Ami megint elszámolt valamit, vagy az óra nem jól mér, de hát ki tudja ezt. 10-20 kilométerek ide vagy oda. Ebbe a... A Szigliánó. Oda megyünk majd, szomszéd faluba. Ja, ipari parkba megérkeztünk. Itt már állnak is ott a parkolóban. 100 méter múlva ketten, haladjon át a körforgalmon, második kijárat. Körbenézünk, fiúk, lányok, mit szóltok hozzá? Haladjon át a körforgalmon, második kijárat. Megnézzük, mik még a lehetőségek. Szimpatis, hogy beálljak én is ide a másik kamion mellé. Itt is van, hogy az út szélén bűvben, csak nem akarok ennyire premier plánba állni. Tényleg a világ közepén. Itt is volt benne kis utca, azt is néztem, oda is be lehet állni akár. Itt megint van az út szélén hely. 300 méter múlva forduljon jobbra, autós, majd de... forduljon balra. Ilyen 3-11, akit érdekel. Ami igen, egy fuserált egy körforgalom. Forduljon jobbra, majd forduljon balra. Aztán majd visszajövünk. Onnan. Itt is van az út szélén hely. Ezt kérdezitek, miért jó Olaszországba járni? 300 méter múlva forduljon balra, majd megérkezett az úti célhoz. Hát még mennyire mutogassam. Éjjel 3-11-kor, tessék. Itt is van egy parkoló. A parkplac. Ez de nem nagyon tudnék kamionnal bejönni. Jó, ott forduljon balra. Annyira nézem a parkolót. Megérkezett az úti célhoz. Na, ide is húztak már fel egy járat a srác. Igaz, az még épülőben van. Indexelek, gondolhatod, kinek, zőzeknek vagy a mókusoknak. Közelemben nincsen senki. Ja, ide is felhúztak egy járat közben. De jó! Megérkezett az úti célhoz. Mert ott szemben az a gyár, az se volt még ott a Google utcaképen. Nagy izé üresség volt itt. Néma csend és hullaszag. Bár remélem nincsen hullaszag. Álljunk meg itt, te. Tök simán lehetett volna állni, hogyha régen lennénk, de nem régen vagyunk, úgyhogy itt most már bejáratok vannak. Jaj, bőség zavar, ami. Hogy elnézem, most az a barlas neki. Hát azért Olaszország szerintem egy olyan hely, hogy érdemes így lámpafényben megállni. A fény meg hát ugye cég mellett, hogy azért valami rálátás legyen az autóra.
bemehettem volna körbenézni, de... Már mindegy. Hí, ez egy hűtős, ide nem állunk. Még gondoltam, ide állok. Mellé. De hűtős mellé nem. Sőt, én bemennék ide. Mindegy, mert már nem megyünk be oda. Ez egy kurva jó sikerült körforgalom, csak kár, hogy nem lehet kamionnal elférni benne. Hát de, éppen hogy eljött. Nagyon jó! Nem akarok ide jobbra bemenni, mert... Na itt a szúnyog, még egyet megültem. Mert elég szarul lehet visszafordulni. Azért megnézzük ezt a részét is. Csak hogy nem olyan... És már ott is van szemben egy cég, beszarok. Hihetetlen. Azt nem semmi. Nem én abban a körforgalomban nem fog bemenni, mert ez ilyen kis tenyéri picsa körforgalom. Olaszországban szoptam már be ilyen körforgalmat, úgyhogy inkább megfordulok itt, mert még itt is nagyobb a hely. Látjuk a motort. A csönd van végül is. Körbenézek. Jó van, egy éjszakára jó lesz itt. Kicsit ráigazgatok, hogyha valaki még itt forgolászni akar, akkor jobban elférjen. Ne sipuljál nekem. Ennyit tojózni, hogy hova a bánatba álljunk mi? Hát azért Olaszországban tényleg nem mindegy. Na, így azt akkor én még szerintem azért rálátás is van az autóra, talán valami kamerának. Ja, ott a cégnél van kamera, innen látom, jó van. Sarkán. Jó, akkor megjöttünk, srácok. Jó éjszakát. Éjszakai felvétel ennyi volt. Hú, szerintem baromi hosszú lesz ez a videó. Nem baj, mert nincs még vége a hétnek, úgyhogy nézzétek. Na, közben lejöttem ide másfél kilométert a lerakóra. Hát igazából van kamionparkoló, szóval hogyha lejöttem volna este 11-kor, de akkor is találtam volna a helyet. Bár a franc tudja, mert meg le vannak téve kettő egymás mellé. Konténer, meg ott áll egy litván kollega, meg mellette áll egy másik pótkocsi lehajítva. Szóval lehet, hogy ezen a helyen, ahol most állok, ott éppen állt egy másik autó. De itt a cégnek az autó, és egyébként itt van személyautós parkó, és szerintem baromira elfértem volna reggel. Oda kell befordulni azon a jó kis izén. Várjuk a szebb jövőt. Egyelőre semmi, itt a fától nem látom amúgy, hogy most beállt ide a litván kolléga, vagy nem, mert innen mellőlem elment, kitolatott, aztán elment abba az irányba, de hogy most a CMB-hez ment, vagy ide a TMB-hez, azt nem tudom. Ja, megy a home office, látszok a képen, de jó, nagyon zsír. És milyen fasz a reggel lett volna erre ébredni. Ja, ez olyan park, hogy innen ki kell tolatgatni. Hát, akit érdekel. Jó, be is tolatgathattam volna, de miért csavargassam az autót, mikor úgyis kitolatok, azt el kell fordulni jobbra. Nem? Hát akkor... Darakás után meg elfordulok arra.
kifele, a kiárat fel, azt visszatolhatok, azt majd reggelizünk egyet. Azért csak 4:10, amire lerakadok, szerintem lesz 11 óra, ahogy itt mennek a kapkodások. Hát én meg dolgozási van. 2 óra 40 perces videó. Hát valamivel rövidebb lesz, mert a sallangokat ugye le kell metszeni róla. Hát mindegy. Hosszú lesz ez is. Gyerekek! Kicsit olatni az utcára, jobbra-hátra, csak hogy könnyű legyen az életünk. Az egész kapu akkora volt, hogy egy kis tenyérnyi kis szar. Hát gondolom, hogy ha eddig nem szorult be egy kamion se, akkor talán én se fogok. Már végül is biztos megoldható. Nem fogok tudni kimenni. Faszikán nézik engem közben. Oké. Csak kijöttem. Jaj! Hozz meg! Közben az itt elfelejtettem. Hát szia, arrivederci, ciao! Egy. Megmegy csak el. Oké. Azt mondja, itt forduljak meg. Hát kösz! Ezeknek is oda csapjam a sarkát? Há, nem. Elférünk. Hát Nápolyban szűkebbek az utcák, na. Csak megvan. Azt hittem, hogy... ki kell állnom, hogy meg kell fordulnom ott a tető alatt, és akkor úgy kiállni. De hát, ha nem, hát nem. Én nem utázok, nekem így is jó. Most végre eszünk. A szar meg annyit, hogy csipogjon.